Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Én a WebVR-ról fogok előadást tartani. Hang az van, nincs, nem tudom. Én azt nem hallom, nekem nem jön vissza, szóval bármi nem jó vagy bármi van, akkor azt jelezzétek. Szóval az előadásom eredeti címe az a WebVR, karácsonyig beszállok az internetbe. Itt a karácsonyig az már át lett húzva, mivel ez még az eredeti időpontja lett volna a Szabad Szoftver konferenciának. Az, hogy miről fog szólni az előadás, egy kis betekintést próbálok nyújtani a virtuális valóság technológiába, és a WebVR-ba, hogy ezt hogyan lehet beleültetni online felületekbe, mit jelent ez a végfelhasználónak, és mit jelent ez a fejlesztőnek. Tehát magamról egy kicsit, én a Robotépítők Magyarországi Egyesületétől jöttem, én főleg ilyen szerelgetek, kütyüket, robotokkal foglalkozok, csinálgatok ilyen mindenféle jókat, és emellett a szoftveres oldalát is próbálom megfogni, de egy olyan szemszögből, hogy milyen gyakorlati haszna van, mibe lehet azt úgy beépíteni, hogy az úgy mozogjon is, vagy történjen is vele valami. Itt a VR technológiákról, nem tudom így a délután folyamán mennyire fárad, de hogy hány embernek volt itt már a fején VR sisak, vagy VR szemüveg, ki használt itt? És hányan fejlesztettetek VR alkalmazást? Na, ott már egy ember van. Tehát ez az előadás, ezt próbálja kicsit megcélozni, hogy milyen egyszerű ebbe belekapcsolódni. Hogyha van egy specifikus probléma, egy ötlet, amit szeretnénk megvalósítani, szeretnénk egy proof of concept-et csinálni, úgyhogy az virtuális valóság környezetben legyen, akkor azt a WebVR segítségével nagyon egyszerűen meg tudjuk tenni. Itt hoztam egy-két ilyen mobil VR headsetet. Innen indult ki az egész virtuális valóság, ez a Google Cardboard, egy 2-3 dolláros szerkezet, összvisz kartonpapír van benne, meg két lencse, meg egy kis velcro, meg mágnes, hogyha már ilyen nagyon-nagyon túlzásba akarjuk vinni. És ott tartunk ma, hogy a Gear VR az a piacvezető mobil virtuális valóság headsetek szintjén. Ma már, ha bemegy valaki és vesz egy új telefont akármelyik nagy szolgáltatónál, akkor kap mellé ingyen egy VR sisakot, mert annyira előre haladott már ez az egész dolog. Van a következő szintje, azok a profibb VR sisakok, itt ugyebár a HTC Vive az nagyon sok embernek így az eszébe ugrik, mint egy piacvezető VR márka. Ott van még a PlayStation VR is, ami az például, hogy a konzolok világában is megjelenik, és a konzolok világában is van élettere a virtuális valóságnak, a virtuális valóság játékoknak. Illetve ott van még egy ilyen robbantott ábra, nem kell olyan túl sok minden egy VR sisakba, tehát hogy látjuk, hogy ez így nagyjából elég meg egy telefon. Jó, mondjuk egy telefonban tudjuk, hogy elég sok minden van, de egy képernyő, két lencse, meg egy kis elektronika, és akkor ott vagyunk, hogy át tudjuk élni azt az élményt, amit ezek a szerkezetek nyújtanak. És még annyi a virtuális valósághoz, hogy ez nem szűkül be csak a szemüvegekre. Vannak kiegészítő termékek, amik próbálják azt az élményt, azt a beleélést nyújtani, hogyha megpróbálunk megfogni valamit a virtuális térbe, akkor az történjen úgy, hogy nem egy gombot megnyomunk, hanem kinyújtjuk a kezünket és érzékeli. Elhoztam ezt a Leap Motion nevezetű kis kütyüt. Ez, igen, itt van hozzá egy ilyen jó kis robbantott ábra, kettő darab infrakamera van benne, és azzal nézi igazából képelemzése, hogy hogyan is áll a kezünk, és ezt fölé rakjuk, és akkor próbálja megsatszolni. Fejlesztés alatt lévő technológia, fejlesztés alatt lévő termék, de kint van a piacon, és mindenki számára elérhető. Próbálkoznak még ilyen különböző kesztyűkkel, ami sokkal jobban le tudja követni a mozgást, hiszen ha elképzeljük, van egy kameránk, ami nézi a kezünket, az mindig csak abból a pontból fogja látni. Tehát ha már megfordítjuk és így próbálunk valamit csinálni, az természetesen nem fogja érzékelni. Ezt lehet akár kiküszöbölni, akár ebbe kis fejlődést vinni. És hogy hol is lehet alkalmazni a virtuális valóságot a játékokon kívül, hiszen Ha azt mondja valaki, hogy virtuális valóság, oké, játék, oké, jó, valamire jó, szórakozunk egy kicsit, viszont a robot technológiában előjönnek, és a robot technológiában nagyon hasznos, kiegészítő termékként tudnak
így megjelenni, meg részt venni. Itt ezen az oldalon ez a Bástya nevezetű robot. Nem tudom, a Magyarok a Marson versenyről így mennyire hallottak ik, vagy megvan-e. Ez még arra készült, és az a különlegessége, hogy sztereókamerával lát gyakorlatilag, és egy VR headseten keresztül, mint egy telepresence robot tudunk vele járkálni. A másik oldalt pedig a Rescue csapatnak, ők a RoboCup-on versenyeznek. Ez egy életmentő robot. Az a lényeg, hogy különböző ilyen feladatokat meg kell oldani. Magának a robotnak a felépítésében nem mennék bele. Az a lényeg, hogy egy olyan vezérlő felületet fejlesztünk rá, amivel egy 3D, egy 360-as kamerával benne tudunk lenni, mint egy vezérlő fülkében, és onnan tudjuk látni, hiszen hogyha úgy vezetünk, hogy benne vagyunk egy autóban, az mégiscsak jobb, mint hogyha látjuk az autót, és hogy jó, megy valahol. Tehát ezek az ilyen különböző alkalmazási példák, és akkor most áttérnék arra a részre, hogy hogyan is csináljuk ezt, hogy fogjunk hozzá, mi kell ahhoz, hogy virtuális valóságot tudjunk fejleszteni, mi ez az egész folyamat. Én az A-Frame keretrendszert hoztam így el legjobb példának. Ez egy webes keretrendszer, könnyen integrálható, gyorsan lehet vele dolgozni, nagyon-nagyon egyszerű. És akkor itt, hogyha ilyen, nem tudom, telefon, laptopok, hogyha valakinél megvan nyitva, akkor van ez a VR kötőjel stúdió honlapcím. Ezen, hogyha rákattintotok az ikonra, akkor láttok egy ilyen kis demo szint. Ezt szerintem megnyitom, mert hogy így látom, hogy nincs olyan nagyon, nagyon túlzásban itt. Tehát. Igen, net kapcsolatot. Igen, bele is akadtam. Jó, akkor ez egy másodperc, és itt innen folytatódik a dolog. Tehát. Tessék? Van, nem baj, ezt most már kibírjuk. Próbálnék addig beszélni és húzni az időt, de nehéz. Tehát itt hoztam egy ilyen kis demo szint. Sávszélesség. Na, amint ez betölt, itt látunk egy ilyen nagyon egyszerű kis dolgot. Ha valaki a telefonján nyitja ezt meg, akkor érdemes így fölfele tartani, mert úgy van kialakítva az egész, hogy követi a mozgást, és ezzel le is lőttem azt a poént, hogy ez nem így ennyi, hanem hogy ebbe így tudunk mozogni. Tehát ez azzal, hogy létrehozunk benne egy testet, már egyből megkapjuk azt a szabadságot, hogy jó, akkor itt látható alul az a kis ikon, tehát hogy telefonon átválthatunk virtuális valóság üzemmódba, és akkor belerakjuk gyakorlatilag egy ilyen szemüvegbe, és tudunk körbe-körbe nézelődni, és nem csak ilyen egyszerű alakzatokat lehet, hanem lehet különböző dolgokat, lehet animálni őket, iszonyatosan egyszerűen lehet animálni őket, illetve még itt van egy ilyen kis gömböcske, ez mindjárt erre visszatérek. Tehát, igen, odáig visszajutunk, és hogy mit is látunk, akkor ezt elmondtam, és ott, hogyha megnyomjuk ezt a csodálatos billentyű kombinációt, akkor betekintést kapunk így az editor részébe, tehát egy olyan kezelő felületet kapunk ezzel a framework-kel, amivel nagyon-nagyon gyorsan tudunk komplex rendszereket írni. Nem tudom, a OpenSCAD-et mennyire ismerik, mennyire van a köztudatban. Az egy olyan CAD program, ahol gyakorlatilag nekünk kell beleírni minden egyes dolognak a pozícióját, és azt a nehezítést adja, vagy éppen könnyítés, hogyha annyira programozó beállítottsággal rendelkezünk, hogy úgy tudunk vele dolgozni. Viszont itt ide-oda tudjuk húzogatni, tudjuk manipulálni gyakorlatilag, és tudjuk live tesztelni. Így néz ki a kódja ennek a színnek. Hát látjuk, hogy nem olyan sok. Tehát így az első sorban a háttérszínt beállítjuk, képet is be tudunk oda akár rakni, tehát hogy egy skyboxot rá tudunk mepelni eszméletlenül gyorsan, akkor ott egy ilyen
egy plén van, ami középen volt, látjuk, hogy ha nem szeretnénk neki semmit megadni, akkor odarakja a alapértelmezettén, és akkor jó, ott lesz. Illetve különböző tulajdonságokat meg lehet. Itt az animálásnak is vannak elég sokrétűen vannak tulajdonságai, és így különböző dolgokat létre tudunk hozni. És itt nem látszik a gömböcske, ugyanis a gömböcskét az JavaScript-tel hoztuk létre. Be tudjuk integrálni a különböző JavaScript-es egyéb framework-ökbe, és tudunk együtt dolgozni vele, össze tudjuk egyeztetni. Ezáltal megkönnyítjük a saját munkánkat, illetve jobb lesz, gyorsabb lesz. Azért is ezt hoztam el, és persze virtuális valóságot tudunk fejleszteni akár Unreal Engine-be, akár Unity-be, viszont ez ingyenes és nyílt forráskódú, tehát lehet vele tweakelni. Amit itt mutattam, Leapmotion-t, itt van egy olyan lehetőség, hogy ilyen közösségi hozzájárulásként különböző modulokat lehet fejleszteni, és például ezt a Leapmotion-t is integrálta egy srác, mert kellett neki, és megcsinálta. Tehát erről szól az egész, és itt van a honlap, nyílt, ha megtetszett, próbáljátok ki, és körülbelül ennyi. Köszönöm.